Elérkeztünk a Home Office Studio sorozatnak az utolsó részéhez, ami amúgy az asztalomról és hogy milyen eszközökből raktam össze fog szólni, de egy picit más lesz, kicsivel több sztorizás, gondolatok tőlem. Persze el fogjuk beszélni, hogy az az alapvető eszköz, amivel egy ilyen produktív tudatállapotba tudunk kerülni, hogy elvégezzük, hogy boldogan, produktívan csináljunk dolgokat, és ez az egész hogy alakulhat ki. Át fogunk beszélni azt, hogy milyen típusú az asztal, miért választottam egy motoros, elektromosan állítható magasságú asztalt, hogy mi az az egyedi asztallap, amit használok, hogy ugyanezt a fát használom a polcrendszeremhez hátul, meg különböző kis design trükkök, hogyha úgy tetszik, hogy például a polcrendszer konkrétan lefolyó csövekből van a kerete kialakítva, és egy ilyen matt fekete kialakítása van. Mindent be fogok mutatni, biztos, hogy lesz néhány jó trükk neked, de először jöjjön az intro. Minden eszköz kiegészítő sorra fog kerülni, de kezdjük magával az asztalnak a keretével, az alapjával, ami egy Autonomous nevű cégtől jön. Hogy ez az egész működjön, nyilván szükségünk van egy asztalra. Az én választásom az Autonomous elektromosan állítható magasságú asztalára esett. Igen, elektromos, és szimplán csak egy gomb megnyomásával tudod állítani, hogy milyen magasságot szeretnél, de amúgy be tudsz állítani magadnak akár 4 különböző presetet, vagy magasságot. Én nekem van egy álló, ülő, hogyha így a széken ülök, vagy hogyha egy fitballon ülök. Nagyon sokféle verziója van az Autonomousnak, de én a DIY kittel mentem, mert így én saját magam választhattam ki ugye a munkalapot, az asztallapot. Magában, amit nagyon szeretek ebben az Autonomousban, mint márkában, hogy egy király árérték arányt találtak meg, $450 kerül, és összehasonlítjuk az ilyen nagyon olcsó IKEA-s és a legdrágább konkurenciájával, akkor úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó befektetés, főleg, hogy 5 év garancia is van rá. De ahogy mondtam, én egy egyedi kialakítású munkalapot, egy asztallapot használtam, ami a polcrendszeremen is van. Ez egy 220x90 centis óriási fa asztallap, és ahogy láthatod, rengeteg mindent tettem rá, és ahhoz, hogy biztonságban érezzem mindent, tudom, hogy elbírja, olyan kell, hogy legyen az asztalláb is, és dupla megerősítést használtam az asztallapnak is, ezt nyilván egy fix magasságba tudtam venni, de szeretem, hogy vastagabb legyen, ezért azt találtam ki, hogy kettőt veszek, viszont nem teljesen egymásra rakom, egy kicsit elcsúsztatom, és így a hátulja lejjebb van, ami segít abba, hogy még minimalistábbnak tűnjön ez a setup, és nagyjából ez a 30%-os eltolódással el tudom pakolni a hangcuccaimat, ott vannak a kábelek, a kamera is ott van, a monitor is a felett van, és egy ilyen nagyon jó 3D-s hatást ad, és minimalista, egyszerű dizájn van az egésznek, ami nagyon király. A középpontjában van nyilván egymáson a két lap, és az egész asztalnak a legerősebb része, ugye ott vannak az asztallábak is, és éppen ezért odaraktam a legtöbb súlyt is. Tényleg, nagyon biztonságban érzem magam, és kíváncsiak a te véleményedre, hogy csinálnál egy olyan asztal kialakítást, ami egy ilyen elcsúsztatott, kvázi kétszintű dolog, kérlek írd meg kommentben. Nem csak az asztal tetejével érdemes foglalkozunk, hanem hogy mi van az asztal alatt. Több különböző kábelrendező megoldásom is van, mivel baromi lusta vagyok, és bevallom, hogy nem töltöttem annyi időt a megfelelő kábelrendezésre, ezért ezek a kis kosarak, amiket felszereltem Alcától, IKEA-tól, tök jól bele lehet rakni mindenféle kábelt, meg magát az elosztót is, és így a kábel, amit látunk az asztalat, az 2 darab, ami az áramba kimegy az elosztóknak a kábele, és minden más szépen el van helyezve, és akár odaragasztva a megfelelő helyre, így minden nagyon szépen letisztultnak néz ki. Az egyetlen dolog az, amivel nem vagyok megelégedve, az az Alza Ergo Arm, ez egy ilyen 2 monitoros setup. Én azt csináltam, hogy a régi LG 27-es monitorom mellé beraktam nyitott módba a MacBookomat, viszont amióta van az ultrawide kijelzőm, egy nagyon széles, nem is férne el, és úgy érzem, hogy nem teljesen erős,
plasztik kialakítású, a kábel elvezetője olyan kicsi, hogy igazából nem is lehet használni. Szerintem ez az egyetlen egy dolog, amin majd változtatni fogok. Ami viszont szerintem nagyon sokat hozzáad az asztalhoz, az a Delta Hub-nak kvázi asztalterítő, ha így tetszik, nem tudom, hogy a Mat Pad, hogy mondod, magyarul kérlek írd meg kommentbe, bocsánat a hangviselt, és van egy nagyon különleges eszköz, amivel tudom a kezemet kvázi egy ilyen támasz, ha úgy tetszik, amikor az egeret használom, vagy akár gépelek is. Alapvetően ez a szürke dizájnja szerintem nagyon jól néz ki, megy a fához, és maga jó a funkciója, a használata. Úgyhogy kicsit mesélek erről a különleges kis eszközről, amit Carpio 2.0-nak hívnak. Mindig szeretem, amikor valami tényleg egyedi és innovatív. Használtam eddig is az egérnek egy ilyen kis támaszt, viszont ezt tudom ugye csúsztatni, és végre a billentyűzethez is tudom használni, nagyon ergonomikus, jó a dizájnja, amennyire én tudom, amúgy különböző orvosi egészségügyi szakértőkkel együtt dolgozták ki, és mivel pici, egyszerűen magammal is tudom vinni, ha mondjuk egy kávézóba szeretnék dolgozni. Ennyit az asztalról, nyilván ülök egy széken, amúgy egy Go Local, ugye, hogy helyiektől vásárolj, nem valamelyik nemzetközi cégtől vettem ezt meg, találtam egy webshopot, és ami nagyon tetszik ebben, amúgy nincs márkája ennek a cégnek, vagy nem tudok róla, hogy mi ez a szék, de ami nagyon tetszik, hogy tényleg konkrétan előre megy a nyak és fejtámaszt, ezért bármilyen pozícióba kényelmesen tudok kitámasztva dolgozni, imádom. Egy szó mint száz, imádom ezt a setupot, hogy tudom a asztalnak a magasságát állítani, hogy minden elfér, mégis ilyen tágasan néz ki. Sőt, amúgy ha akarnám, mozgathatnám is az asztalt, hogyha mondjuk kerekekre tenném, hiszen minden oda van rögzítve, és nem kell emiatt aggódnom. Röviden, és itt jönnek a sztorik, a polcokról. Annyira büszke vagyok rá, pedig nyilván hülyén hangzik, hogy egy polcra ránézve így egy ilyen produktív mindsetbe kerül az ember, de velem mégis ez van azért, mert én magam dizájnoltam, és tényleg vettünk csak egy ilyen egyszerű lefolyó csöveket, és ugye ugyanazt a munkafa asztallapot használtuk, a csöveket matt feketére lefestettük, és ott vannak rajta a kis tökéletlenségek, és valahogy ez jelzi azt, hogy valahol az élet is ilyen. Jó, nyilván kicsikét most túl Coelho-sba mentem át, úgyhogy visszatérve tényleg nagyon szeretem az egész dizájnt, a szürke falakkal, ahogy ez kombinálva van, és minden, amit ott tartok, vagy valamilyen funkciója, vagy emléke, vagy valamit beindít bennem igazából, van egy funkciója. Legfölül ott van néhány diplomám, díjaim és a kedvenc könyveim, de itt van még egy könyv, egyen lejjebb, ami az én saját könyvem, amit tavaly előtt már adta ki a HVG, és tényleg valóra vált az az álmom, mert valóra vált a címe, produktivitás, lifehack-ek, én márka, hogy van egy könyvem, erről amúgy van egy teljes napi vlog sorozat, ha érdekel, akkor ide kattintva vagy a like gomb alatt, amit akár be is nyomhatsz a leírásban, megtalálható. Mellette ott vannak azok a lencsék, amiket napi szinten szoktam használni, és jó rájuk nézni, nyilván jó így a háttérbe is, de mutatja azt, hogy hova jutottam, és azt is jelzi, hogy amúgy még nagyon-nagyon sok van előttem. Amúgy ezekről a lencsékről is készül külön review, bemutató videó, hogyha ez érdekel, akkor mindenféleképpen iratkozz fel. Storytime. Középen ugyanis ott van egy Mavic 3 Pro. Sok éve drónozom, sosem törtem össze drónt. Amikor megvettem ezt a Mavic 3 Pro-t, két nappal rá egy projekten összetörtem. De tényleg soha nem törtem össze drónt, és ez mindez három nappal azelőtt volt, hogy egy 3 hetes hónapos túrára indultam volna Dél-Kelet-Ázsiába, nyilván be kellett szereznem egy másikat, és rohadtul fájt, kb. Így megcsinálni sem lehet. De pontosan azért raktam az egész polcrendszer közepére egy emlékeztetőre, hogy szar dolgok történnek, dolgok tönkre mennek, egyszerűen ilyen az élet, és ez nem szabad, hogy megállítson minket attól, hogy valamit megvalósítsunk, hogyha úgy döntünk, hogy beszerzünk valamit, akkor ne egy ilyen
óvjuk, kis becses valaminek tartsuk, vagy félünk attól, hogy Úristen, valami történik vele. Mert a dolgok szolgálnak minket, és nem fordítva, hogy mi a dolgokat. Csak akkor vegyél valamit, hogyha annak tényleg van egy használati célja, vagy egy érzelmi értéke, és hozd ki belőle a maximumot, ami által könnyebb lesz az életed, egyszerűbb, vagy csak egy élményt hoz. És nekem amúgy ez pont arra egy ilyen emlékeztető. Amúgy, hogyha érdekel a sztori, meg szeretnéd látni azt, mert megvan konkrétan az a felvétel, amikor leesik a drón, írj egy kommentet, csinálok róla egy másik videót. Egyen lejjebb menve, ott szoktam tartani magát a kameráimat, és különböző olyan kiegészítőket, eszközöket, amik jól néznek ki, és amúgy használok is, akár mindennaposan, vagy gyakran. Plusz ott van egy ilyen vitorlás kis kötél, mert imádok vitorlázni, és egy kicsi Captain America Lego, amit az egyik legjobb barátomtól kaptam. Köszi, Zita. A másik oldalon ott van egy zászló, egy ilyen tipikus amerikai egyetem, mert az is, az alumnim, USC, fire on, jó ránézni. A többi dolog az tipikus ilyen irodai kis rendszerező eszköz, és hát a legrosszabb része az egész szobának az a polc alatti úgynevezett töltő sarok, ahol a különböző eszközeimet töltöm. Na de, elég hosszan, sokat rizsáztam, ha még itt vagy, nagyon köszönöm, de ennyi igazából, ez az, ami megteremti nekem ez az asztalrendszer, egy ilyen nagy térrel, érzettel, hogy bele tudjak kerülni abba a produktív mindsetbe. De még annyi minden más is van az asztalon, amiért ez egy széria lett, és hogyha érdekel téged, hogy hogyan világítom magam, milyen videós eszközt veszek, milyen hangfalaim vannak, kiegészítőim, milyen MacBookom, tárhely, NAS, ezekről mind-mind-mind van dedikált videó, úgyhogy ha még azokat nem láttad, és most találkozunk először, akkor ha ezekre a videókra kattintasz, megnézheted a különböző aspektusokat. Remélem nem itt van a videóm, akkor hülyén néz ki, hogy itt mutatom. Mindegy. Azért csináltam meg ezeket, lehet, hogy még ki se jöttek. Na a lényeg, hogy azért csináltam meg mindezt, mert nekem nagyon sok hibát vétettem, nagyon nehéz volt megtalálni, hogy mi működik, hogy kompatibilis, hogy rendezzem, és remélem, hogy pár tippet, trükköt tudtam neked adni, úgyhogy remélem, hogyha tetszett ez a videó, dobsz egy lájkot, feliratkozol a notifikációval, hogyha még nem voltál, és valamelyik videóban találkozunk. Köszi, hogy itt voltál. Szia! Sziasztok!